A Biztonságos Internet Napja minden év második hónapjának második hetének második napján van. Ez 2023-ban, február 7-ére esett. A pápai rendőrkapitányság azonban nem csak ezen a napon, hanem egész héten, sőt a következőn is ebben a témában tart előadásokat az iskolákban és az idős klubokban. Az egyik kiemelt feladatunk, hogy felhívjuk a figyelmet az interneten leselkedő veszélyekre, fiatalok esetében különösen az online térben elkövetett zaklatásokra, vagy akár a gyermekpornográfia jelenségére, és egyéb jogsértő magatartásokra, amiket a rendőrségi tapasztalataink szerint fiatalkorúak sérelmére követnek el, vagy éppen a fiatalok követik el ezeket az internethez kapcsolódó jogsértéseket. A rendőrség szerint nagyon fontos, hogy már a kisiskolások is ismerjék ezeket. Az a tapasztalatunk, hogy most már egész kiskorban okostelefonnal rendelkeznek, egyéb mobileszközökkel, és az internetet is használják rendszeresen, és nem csak játékokra használják, hanem a közösségi oldalakon is jelen vannak, és az egyéb üzenetküldő alkalmazásokkal tartják egymással a kapcsolatot, sőt lehet, hogy azt mondhatjuk, hogy többet beszélgetnek az internet segítségével, mint a személyes találkozások alkalmával, viszont ez a személytelen pedig együtt jár azzal, hogy sokkal bátrabban mondanak másról negatív megjegyzést, olyan megjegyzéseket, amivel másnak lelki fájdalmat okoznak, vagy akár már ezek a negatív megjegyzések súrolják a becsületsértés, vagy éppen a rágalmazás határát, és akár bűncselekményt is megvalósítanak. Hiszen a fiatalok nem csak egymásról tesznek megjegyzéseket az online térben, hanem felnőttekről, például pedagógusokról is. Ilyen ügyekkel a pápai rendőrkapitányságnak is többször volt már dolga. Többször érkezett már feljelentés amiatt, hogy valakit becsületsértő vagy rágalmazó kifejezésekkel illettek az internet világában, illetve olyanról is iskola rendőrként tudomást szereztünk, amikor nem jutott el bűncselekményi szintre az ügy, viszont tudjuk, hogy hoztak létre iskolákban, közösségekben olyan oldalakat, aminek segítségével egymásról negatív megjegyzést tettek a fiatalok, illetve nem csak egymás, hanem akár pedagógusokról is. Az általános iskolások bár sokat tudnak a világháló használatáról és veszélyeiről, mégis nagyon naívak és könnyen becsaphatók, véli a rendőr alezredes. Erre alapozva állította össze a foglalkozások tematikáját. Minden alkalommal kiemeljük a jelszavaink védelmének a fontosságát. Tapasztaltunk már olyat, amikor egymásnak elmondták a jelszavukat, és emiatt váltak bűncselekmény áldozatává, tehát én úgy gondolom, hogyha az internet világában lehetőségünk van arra, hogy a saját oldalainkat, fiókjainkat védjük, akkor azt úgy védjük, hogy valódi védelmet jelentsen, és ne tudja bárki egy egyszerű próbálkozással feltörni, vagy ne mondjuk el senkinek, tehát ez tényleg legyen titkos, és tényleg legyen feltörhetetlen. A másik, amivel a fiatalokat szembesítjük, amit már említettem, hogy nem mindegy, hogy mit írunk másról ki a nagy nyilvánosság elé, hiszen az internet mindig nagy nyilvánosságot jelent. Ha valakit becsületsértő kifejezésekkel illetek, pocskondiázok, vagy olyat állítok róla, ami nem valódi, vagy ő neki ez érdeksérelmet okoz, akkor bizony lehet, hogy bűncselekményt követek el, illetve azt is tudni kell a fiataloknak, hogyha velük szemben alkalmaznak ilyen kifejezést, akkor bizony ők is áldozatok, és kérhetnek segítséget akár a rendőrségtől, akár a bíróságtól. Egy másik nagyon fontos téma ezzel kapcsolatban, hogy a fotók, videók feltöltése, letöltése. Igen, a fiatalok esetében még tapasztalhatjuk, hogy nagyon sok fotót tesznek ki magukról, nagyon bátran teszik ki ezek a fotókat, illetve van, hogy azt gondolják, hogy nem is tették ki nagy nyilvánosság elé a fotót, csak csupán a Facebook üzenetküldő alkalmazásában küldték el egy barátnak, vagy egy szűk csoportnak. Csak hogyha már egy magunkról elküldött képet ilyen módon továbbítunk, az a kép önálló életre kelhet. És lehet, hogy nem két nap múlva fordítják ellenünk, hanem egy év múlva, vagy 10 év múlva, és gondolok itt az olyan fotókra,
napra, ahol valaki hiányos öltözetben, meztelenül látható, és ezek bizony már felvetik a gyermekpornográfia jelenségét is, tehát hogyha 18 év alattiról személyre sértő fotó készül, meztelen fotó például, és ezt valaki megszerzi, akár a telefonján, akár a számítógépén tárolja, vagy egy barátnak, ismerősnek tovább küldi, akkor bizony elköveti a gyermekpornográfia bűncselekményét. A tanulók érdeklődéssel hallgatták az előadást, és sok hasznos információval gazdagodtak. A mai előadáson nagyon sok mindent tudtunk meg az internet veszélyeiről, és szerintem ez nagyon jó dolog, mert már ennyi éves korban fel kell hívni erre a figyelmet, hogy vigyáznunk kell az interneten is. Te használod az internetet? Igen, használom. Milyen célokra használod? Mit csinálsz az internet segítségével? Hát sok mindenre rákeresek, például, hogyha valamit nem értek, akkor az internet nekem tud segítséget nyújtani, közösségi oldalakat is használom. Hogyan vigyázol, hogy biztonságban legyél, és sem az adataiddal, sem pedig azokkal a tartalmakkal, amikkel te foglalkozol, ne éljen vissza senki? Hát például némelyik közösségi oldalamat lezárom, hogy ne tudják mások megnézni, és a telefonomat kóddal védem meg. Te mi mindent tanultál meg a mai napon? Elég sok mindent, például, hogy ne adjunk meg jelszót senkinek, még a legjobb barátunknak se, mert nagyon egyszerűen ellenünk fordíthatja. Vagy például ne tegyünk ki mindent, amit gondolunk, mert akár meg is találhatnak minket. Te egyébként mire használod az internetet? Hát tanulásra, ugye kréta, rendszerek, stb. Meg pár közösségi oldalt használok. Hogyan vigyázol saját magadra itt a közösségi oldalakon? Jelszóval védem a telefonomat, elég bonyolultan, amit csak én tudok, és most szeretnék lassacskán rárakni egy minden alkalmazásra, ami közösségi oldalas egy jelszót. A Pápai Rendőrkapitányság a Biztonságos Internetvilágnapja alkalmából nem csak a fiatal korosztály figyelmét hívja fel a világháló veszélyeire, hanem az időseknek is tart tájékoztatót.